figyeld. Igen, kicsi, ez nagyon durva. Ez nagyon kicsi. Csak mondom, lejövök, mert most látom, itt vagytok lenn, aztán mondom, megnézem azt a gépet közelebb, hogy ez hogyan néz ki. Én ezt már láttam élőben itt lenn a... Tudod, mikor építettük a sátrat? Állj oda, Oliver, így most lehet látnom mekkora. Már azt már rá sem hiszem, hogy milyen pici. Ródabb, ja. A kolosszári... Kolosszár, Peti. Kolosszár. Na így körülbelül ekkora. Kicsi. Na majd mutasd meg a fatárnak. Ha meg a szánt, nézzének, hogy... Tafota mondta neki, hogy nagyobbat vegyen, bazd, mert ne ilyen. Első kerékhajtás. Az a világban mindent meg lehet. Az melyik, amit kölcsön kértek? Az ilyen már volt az is. De a nagyobb, az magasabb is volt. Bazdik, az terepes volt. Videót csinál? Azt. Múti, a Zoli, föl lehet nyitani? Ez 1300-os. Persze. Nézzük már bele, mert nem sok izém van, nem órián. Annak már megmutatom. Fatarom, el se fogja hinni, hogy az milyen pici. És azt hiszem, figyelj, a 13 lóerős a legkisebb, nem? A jó ez van. Nem, mert még van kisebb. Van még ennél is kisebb. És az hány engeres? 3. Akkor azért ebben lehet, hogy már nem azért. Ja, azt... tőlebb csattig van majdnem. Aztán megyünk vele már két hetet angol. Hát az már két hetet az angol. Aztán hol van a gyári felnél a hátsó? Ez a felnél, csak a gumi, mert ugye megbassza a füvet. Vagy a gumi? Nem, mert a golfpályára nem mert rá, mert... És jó gumi kell, ja. Ez nincs használva ti, ezt már lesejtezték ezt. Aztán mégiscsak a mondtad, mikor felzőnök. Á, mondom, lejövök már. Ráülhetek? Ott a pufia, figyeld. Nem tudom, csak úgy ráülök, hogy azt a mindenit, ez nagyon kumi. Mert így gondolom. Á, remélem, hogy nem jön a helyzet. Őszintén. Ennél nagyobb nem is kéne. Na mi csak az? Mondom, hogy én olyan vegyem, amit elsőkeri fajtás. Kaszálni jobban szeretném. Az kell, hidd el nekem, a kaszálásod is kell. Egy darabig szarvágóztunk vele, de aztán kicsit csak a motor, aztán utána... Kilépett a motor? Nem. Hát kikopott, már az nem bírja. Ha vettek egy 4 milliós vizét, traktort, ilyen hidró, olyan faszom hajtás, nagy szar. Ja. Megkűzben, bazza, tiszta, nem jól a hidrós. Tiszta erőből hallgatom. Tudom, hogy nem jó. Rádiót, nem meg 3 engeres ezt a buzi. De pedig 6. Szerintem kell. Itt van a két kicsi pólya. 13 lovas ezt csak látom. Akkor kicsi. Akkor miért mondták ezek mindig, hogy 3? Hát na nézd meg, a Jammal vagy a Sibóra 3. Hát nézd meg, két pólasztó. Itt vannak az adagoló két vezéjön. Nem piskóta. Ahhoz képest bika. Hidró gondolom nincs benne hidraulika. Vagy hidraulika szárvó. De minek rá a szervóba, az meg a így eltekedni a kormányra. Tök könnyűre. Meg akart, megfogod az izét, megsüllyedtem, megfogod, egyedül kirakod az elejét, kiteszed az elejét, és másik csapa a hátulja nem. De jó. Mondom, rájöttem, minél jobban túl komplikálnak egy motort, látod, ebben egy-két gomb van, visszajelző kifújt. Ez alap, és nem mondom, is kell bonyolulni. 3 sebességes. Ez rövid. Van egy diffizár rajta, egy felező. Hátul tudsz hidraulikát, tehát billenteni is tudna, mert tud emelni is. Tiszta ja, korom. Szavi pakkori fel, nagyon komoly. Na várjál már. Na köptje be neki, hogy itt bazd meg a telefonját. Ja, tudom, ott a gáz lenni. Hát én néhány nappal ezeket a videókat nézegetem YouTube-on. Szép hangja van különben. Nem semmi. Mindjárt lejár a videóm.